Jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket az idei év első kiállításán, és hát legfőképpen természetesen szeretettel köszöntöm Túrnyi Lászlót, aki elhozta a képeitekünk, és hogy megnézhessük bő egy hónapig ezen a kiállításon. Bevezetőképpen csak egy mondatot engedjenek meg, hogy úgy került sor erre a kiállítás szervezésen rapid módon, hogy egy kis hézag adódott a kiállítási időszakban, és már régóta kérte ezt a Sanni Tubi, hogy nem szerveznénk-e meg ezt a kiállítást, vagy nem csinálnánk-e meg, és mondtam, hogy természetesen ennek semmi akadálya nincsen, és mondta, hogy meg sem nézem a képeket, és azt mondom, hogy kiállítást rendezünk, és mondtam, hogy természetesen igen, mert én azt gondolom, hogyha egy városban vannak olyan emberek, akik értelmes hobbit űznek, értelmes foglalatosságuk van, azt akkor mindenképpen egy művelődésháznak kötelessége bemutatni a közönségnek, már amennyiben természetesen az alkotó ehhez hozzájárul. És aztán utána ugye föl is kerestem Lászlót, elmentem megnézni a képeket, és akkor láttam, hogy hál' Istennek az, amit én gondolok, az egy helyes gondolat volt, ugyanis ezeket a képeket valóban érdemes kiállítani itt Visegrádon, és nagyon fontos, hogy ilyen kiállítások legyenek. Tehát így jött létre ez a kiállítás rapid gyorsasággal, és nagyon köszönöm egyrészt, hogy ilyen gyorsan sikerült ezt megvalósítani, másrészt azt köszönöm Lászlónak, hogy olyan sokat segített a kiállítás szervezésében, hogy ilyen könnyű kiállítás szervezésem nekem személy szerint még nem volt. És úgy csináltam, mintha a világ életében kiállítás szervezett volna, tehát nagyon-nagyon könnyű volt, hogy úgy mondjam, ezt megvalósítani. Na, de ezt a kis rövid bevezető után kezdjük el valóban a megnyitót, és hogy ugye a cím miatt, hogy egy lovagsarról van most szó, egy lovagsar alkotásairól, ezért azt kértem az ott lányoktól, és köszönöm, hogy eljöttek, hogy az első műként valami reneszánszot, zenét játszanak nekünk. Köszönöm, és most, hogy egy kicsit szóba került ez a lovag cím és a reneszánsz, meg kérném tudni Zoltánt, hogy a névről, meg a Visegrád, család Visegrád kapcsolatával egy pár mondatot ejtsen. Hát, mint lovag, akkor én hagyj mutatkozok be. A visegrádi Szent György lovagrendnek a budapesti nagypriória vagyok, és ennek kapcsán derült ki az, hogy nekünk valami kapcsolatunk van a lovagsággal, ugyanis annak idején, amikor Cseke Laci bácsi megkeresett, hogy vállalnám-e a budapesti szereplést, akkor többek között adott nekem egy könyvet, amiben azt találtatott benne, hogy Turni Domonkos Visegrád első várkapitánya.
Hát ez egy eléggé meglepött minket, mert mi is sokat gondolkodtunk a családban, hogy vajon ez a név honnan származik. Mert többször fölmerült, hogy német név, hogy esetleg a Turn, a toronyból eredeztetjük, vagy a Turinak egy valamilyen leágazása lehet. Ebben kiderült, hogy unokaöcsém az kint járt Franciaországba, és talált egy olyan falut, amit úgy hívnak, hogy Turni, és úgy is írják, mint ahogy mi írjuk a nevünket. Ezek után már sok gondolkodni való nem volt azon, hisz ebbe a formában sehol máshol Magyarországon nem találkoztunk ebben a névvel. Lehet, hogy van, de akivel találkoztunk, az rokon volt. Úgyhogy vizsgálva ezeket a dolgokat, Laci bácsival elbeszélgetve elmondta, hogy a családnak ez az alapjutója tulajdonképpen Magyarországon, hisz feltételezhetően abban az időben keresztes háborúba indultak az európai országokból az emberek, és ő is elindult, és Magyarországon keresztül vezetett az út minden esetben, mert itt volt megfelelő élelemellátás, stb. Na most úgy képzeljük, vagy úgy gondoltuk, hogy onnan jöhetett Franciaországból ide Magyarországra, és elmehetett ki a háborúba, és visszafelé jövett, úgy gondolta, hogy ez a hely neki nagyon megfelel, annál is inkább, hogy jó kapcsolatot épített ki az akkori királlyal, amire eredményeképpen kinevezték az első várkapitánynak. Néhány feljegyzés is található róla, hogy itt a környéken tevékenykedett, majd egy idő után, miután őt leváltották, akkor Fehérvár Csurgóra került, ott folytatta a tevékenységét, és későbbi dokumentumok, amik előkerültek, abból az derül ki, hogy a Vöröskői várnak lett felébe tulajdonos, amelyet aztán eladott a Csák Mátének végérvényesen, mert a másik fele a Csák Mátéjé volt, úgyhogy így megosztoztak. Utána egy darabig, jó darabig sok nyomot nem találtunk, ugyanis annyit tudunk, hogy a család a dokumentumokat a családtörténetről leadta az országos levéltárba, még a háború előtt. Az országos levéltárnak az a része, ahol a család történeti leírások voltak, az leégett 56-ban, találatot kapott, úgyhogy innen nekünk megszakadtak a dokumentumok. Legkésőbbi vagy legkorábbi időpont most annyi, hogy a Felvidéken volt dédapánknak birtoka, nagyapánk is ott született Rimaszombatra, úgyhogy hát onnantól aztán már egyenesen jöttünk, és hát így kerültünk a lovagok közé, részben az ősök után, részben pedig a visegrádiak után. És hogy mennyire tőzgyökeres a család, nekem a feleségem az valóban tőzgyökeres, visegrádi, így született Visegrádon a családjának. Egy része most is itt lakik, úgyhogy ennyi a kapcsolatunk. És aztán ezen az úton került ide az öcsém is, és itt telepedett meg. Köszönöm szépen. Köszönjük. Akkor hallgassunk egy zenét, hogyha lehet végeket. Thank you.
És akkor most megkérem Bojki Lajost, hogy nyissa meg a kiállítást. Jó, elállok innen, olyan meleges a nap. Cseréljük akkor. A tény melegen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit magam nevébe is, és a kiállító művész nevébe is. Hát nem bíztam benne, hogy ilyen nagyon sokan összejövünk. Komolyan mondtam, ez olyan hirtelen lett ez a kiállítás. Én még múlt héten, még semmit nem tudtam róla, hogy ez lesz. Szóval csörgött a telefon, és a Tubi felhív, hogy hát ez volna. És akkor nem is tudtam, hogy kihez kell menni. Csak arra emlékeztem, hogy egyszer én egy ilyen nevű úrral ültem egy asztalnál a Vének tanácsában, a liberós összejövetelen az én használatomban, a 70 éven felüliekkel egy asztalnál, de aztán annál többet nem tudtunk egymásról. És akkor megkaptam a címet, megbeszéltük, elmentem, és akkor találtam egy nagy kincset. Néztem ott körül a lakásban a mindenit. És erről Visegrádon senki se tudott. Hát de, te tudtál, ugye? Szóval az volt ebbe az egészbe egy nagy szakmai élmény, hogy itt is bebizonyosodott, amiről a főiskolán mindig sok gond van, az egyik tábor azt mondja, hogy az élő halat nem kell tanítani húzni, a döglöttet meg úgy se lehet. Na most hát itt ebbe a kiállításba, ebbe az anyagba, itt mindent megtalálunk, ami egy életre való anyag, egy alkotó részére. Ugye kezdjük a grafikákon, nem leszek hosszú, nem úgy megyek végig a képekkel. Hogy a grafikában is mennyire perfekt otthon van, hogy semmi kívánni való nincs. Jó a képbeosztás, jó a kivágás, jó a szerkesztés, jók a vonalak. Tehát gyakorlatilag az megállja a helyét úgy, ahogy van. Most az olajképeknél a sokrétűség fogott meg engem, hogy ugye van, aki a portréban nagyon jó, és akkor a portrét nyüstöli. Van, aki a tájképbe, van, aki az enteriőrökbe, de úgy nem kapkodnak bele, és nem olyan széles sávba csinálják, egy csináljuk, én sem vonom ki magam, hogy az egy, ami nagyon jól megy, az nagyon klassz legyen, az a vonal, az a szint, az mindig meglegyen. Na most itt egész mások a dolgok, mert itt László mindenbe, tehát minden témába otthon van. Ugye a visegrádi tájképek, ugyanúgy, mint ahogy ez a kutyus a kisgyerekkel, vagy az akt, ugye ott bent látunk egy nagy képet, az egy allegórikus kép, érdemes jól megnézni, akkor az öregek, tehát minden témába mesterien nyúlsz hozzá a dolgokhoz, amit négy Visegrádon nem tudtunk. Úgyhogy én magam részéről ez a nagy meglepetés, ez nekem nagyon kellemes. Ugye, és akkor ráadásul most ugye ez a legutóbbi a karikatúrák. Tehát még a karikatúrába is elmerészkedik, pedig az egy nehéz műfaj, az nem úgy van, hogy csak nekiállunk, aztán csináljuk. De úgy látszik, hogy a sokrétűség az fölbátorította is, nem is lett rossz. Aztán, hát ugye az állatok kutya, aztán ott van az a szürke marha gulya, hogy hát azok lejönnek a képről. Szóval nagyon, nagyon jók. Úgyhogy én nem húzom az időt, mert elszakad. Tehát az olajok, a grafikák, a tájak, az enteriőrök, az a farakás, az mind egy, azt mondhatnám, hogy nagyon sokrétű, és mégis egy tökéletes egységet hoztál ide, ebbe a két terembe ma. Úgyhogy én részemről nagyon gratulálok, és szokás szerint ugye tekintsék meg a kiállítást, és a vendégkönyvet, ugye szokásunk szerint, az asztalnál el szoktuk felejteni, szokásunk szerint beírni. Kérek mindenkit, hogy ne felejtsük el. Köszönöm szépen. Köszönöm.
még egy zenét hallgassunk először, mert a lányok még készültek egy számmal. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, köszönöm a közreműködőknek a közreműködést, látszom, hogy elhozta a képeket. Ahogy Lajos mondta, a vendégkönyvet tényleg ne felejtsék el, az tényleg nem divat, itt Visegrádon is mindig szólni kell, hogy írjanak bele. És kérem, hogy ne siessenek, hazakészültünk, mint látták, egy kis üdítővel, meg pogácsával beszélgessenek, és nézzük meg a képeket még egyszer. Köszönjük szépen!